Ryan Herbert, Kevin J. Anderson, a Corrini csata. Fordította Galamb Zoltán. Petla Bruttónak a lankadatlan támogatásért, amit a Dűne előtt trilógiák megírásának kezdete óta nyújtottál nekünk. A lelkesedésednek, tudásodnak és éles szemednek köszönhetően e könyvek sokkal jobbak lettek, mint amilyenre nélküled sikerülhettek volna. Vérbeli reneszánsz szerkesztő vagy. Köszönetnyilvánítás. E könyv két szerzőjének az ötlettől a kéz kéziratig terjedő útvonal felvázolása azzal ér fel, ahogy a Liga navigátorai a csillagbárkák kormányfülkéjében biztonságos útvonalat keresnek a meghajlított téren át. A fantasztikus Dűne univerzum első navigátora persze Frank Herbert volt. Ő sem egyedül hajtotta végre a feladatot, hiszen Beverly Herbert 4 évtizeden át támogatta őt odaadóan. Mindkettejüknek végtelen hálával tartozunk. Ugyancsak köszönet illeti a Herbert családot, közülük is Pennyt, Ront, Davidet, Byront, Juliet, Robertet, Kimberlyt, Margot és Terezát, akik Brianre és Kevinre bízták Frank Herbert rendkívüli látomását. Hitveseink Jean Herbert és Rebecca Musta Anderson oly módokon járultak hozzá munkánkhoz, melyek messze túlmutatnak a Frigyünk megpecsételésekor nekünk tett ígéreteken. Mindketten maguk is művészek, Jean festő, Rebecca pedig író, s rengeteg idejüket és tehetségüket szentelték a történetnek, melyet az olvasó most kézbe vehet. Ezen kívül lekötelezettjei vagyunk még sokaknak, akik a Dűne tájain tett újabb változatos utazás alatt segédkeztek nekünk. Közéjük tartozik hőügynökünk és csapata, Robert Gottlieb, John Silbersack, Kim Wallen, Matt Byler és Kate Scheiler. Amerikai és Egyesült Királyságbeli kiadóink osztoztak látomásunkban, és sínen tartották a kiadással és promócióval járó feladatokat. Külön köszönet illeti Tom Dohertyt, Caroline Kügnét, Linda Quintont és Paul Stevenst. Rendkívüli szerkesztőnk Petla Bruttó úgy bánt a történeteinkkel, akár egy mesterszakács, és épp a kellő fűszereket adta hozzájuk. Rachel Steinberger, Christian Kosszett, Dr. Torkos Attila, valamint Diane Jones fontos és szükséges tanácsokkal láttak el minket, míg Kathleen Sidor fáradhatatlanul dolgozott, hogy begépelje a tucatnyi mikrokazetta anyagát és a kéziraton végzett javításokat. Noha emberek milliárdjait mészárolták le a gondolkodó gépek, nem szabad áldozatoknak neveznünk őket. Nem szabad a háború veszteségeinek neveznünk őket, még azt sem merem kimondani, hogy vértanúk lennének. Mindenkit, aki életét vesztette nagy lázadásban, megillett a hős megnevezés. Maradandó feljegyzéseket fogunk írni, hogy a meggyőződésünket tükrözhessük. Serena Butler, a Dzsihad tanács nem nyilvános jegyzőkönyvei. Nem érdekel, hány iratot mutatsz nekem, hány feljegyzést, interjút vagy terhelő bizonyítékot. Talán én vagyok az egyetlen élő ember, aki még tudja az igazat Xavier Harkonnenről és tettének okáról. Azért nem háborgattam évtizedeken át, mert Xavier kért meg erre, mivel Serena Butler is ezt akarta volna, és mivel a dzsihád érdeke is ezt kívánta meg. De ne tegyetek úgy, mintha a propagandátok tényeken alapulna. Nem számít a szövetség hány polgára hisz benne. Ne feledjétek, hogy én átéltem azokat az eseményeket, közületek pedig ezt senki nem mondhatja el magáról. Warren Atreides jegyzőkönyvön kívüli beszéd a Nemesek Szövetségéhez. A legnagyobb hiba, amit egy gondolkodó ember elkövethet az, hogy a történelem valamely verzióját megkérdőjelezhetetlen ténynek hiszi. A történelmet a megfigyelők egész sora jegyzi le, akiknek egyike sem pártatlan. A tényeket az idő puszta múlása is eltorzítja, és különösen a Butleri dzsihad esetében
Az emberiség több évezredes sötét korszaka, a vallási szekták szándékos félreértelmezései, valamint a figyelmetlenségből elkövetett hibák lassú felhalmozódásának elkerülhetetlen rontóhatása szintén ehhez vezet. A bölcs ezért úgy tekint a történelemre, mint megtanulandó leckék sorára, mint választásokra és szerteágazó hatásokra, melyeket végig gondolni és megvitatni kell, s mint hibákra, melyeket nem szabad még egyszer megismételni. Irulán hercegnő, a Bádlericsi a története előszavában. Első rész, Liga előtt, 108. A gépezet nem rombol, hanem teremt, feltéve, hogy az azt irányító kéz elég erős hozzá, hogy uralkodjon felette. Rivego falképfestő a régi földön. Erasmus lenyűgözőnek, sőt, mulatságosnak találta a haldokló és reményvesztett emberek között kialakult gyakorlati hierarchiát. A reakcióik részét képezték a kísérletnek, Erasmus pedig érdemlegesnek ítélte az eredményt. A robot végig sétált a részletekben menően megtervezett Corvini laboratórium komplexumba vezető folyosókon, közben affektálva suhogtatta karmazsin plüstpalástját. A ruhadarab viselése csak póz volt, és azt hivatott elérni, hogy nagy urasabb külcsöt kölcsönözzön neki. Sajnos a cellákban sínlődő áldozatok nem sok figyelmet szenteltek az eleganciának, melyet a saját szenvedésük kötötte le őket. Ezen nem lehetett segíteni, hiszen a szétszórt emberek oly nehezen összpontosítottak az olyan dolgokra, amelyek nem érintették őket közvetlenül. Évtizedekkel ezelőtt hatékony építőrobotok osztagai emelték ezt a magas kupolájú épületet Erasmus pontos tervei szerint. A számos, jól felszerelt kamra, mindegyik teljesen elszigetelt és steril, mindent tartalmazott, amire Erasmusnak szüksége lehetett a kísérleteihez. Ahogy folytatta rendszeres szemléző korútját az önálló akaratú robot, elhaladt egy lezárt kamra plázablaka mellett, ahol pusztító járvánnyal fertőzött kísérleti alanyok feküdtek az ágyaikhoz szíjazva. Némelyik példány már paranoiásnak mutatkozott és delirált, ami a retrovírus működés belépésének szimptomáit jelezte, még a többiek jó és észszerű okkal rettegtek. Mostanra szinte teljesen lezárult a manipulált betegség tesztelése, az effektív halálozási arány 43%-ra rúgott. Közel sem tökéletes, mégis az emberiség történeteinek leghalálosabb vírusos betegsége volt. A szükséges célt elérhetik vele, Omnius pedig nem tudott tovább várni, mihamarabb tenni kellett valamit. Az embereknek a gépek ellen folytatott szent háborúja immár közel egy évszázadig elhúzódott, s rengeteg pusztítással és zavaró tényezővel járt. A dzsihád hadseregének folytonos, fanatikus támadásai kiszámíthatatlan károkat okoztak az összehangolt birodalomban, és épp oly gyorsan rombolta szét a robot hadihajókat, ahogy az örök elme különféle megtestesülései megépíthették azokat. Omnius előrehaladása megbocsáthatatlan mértékben visszamaradt. Végül Omnius megoldást követelt. Mivel a közvetlen katonai konfliktus nem bizonyult kellően hatásosnak, alternatívákat kellett keresni, például pusztító járványokat. A szimulációk szerint a gyorsan terjedő betegség elsőrendű fegyver lehet, és egész emberi populációkat írthat ki, beleértve a haderőket is, miközben az infrastruktúra teljesen épségben marad, és a diadalmas gondolkodó gépek érintetlenül vehetik birtokba az építményeket. Miután a különle célra megalkotott járvány kitombolta magát, Omnius felveheti a fonalat, és újra működésbe hozhatja a rendszereket. Erasmusnak fenntartásai voltak a taktikával kapcsolatban, mivel attól tartott, hogy egy kellően iszonyatos járvány akár az utolsó egyedig elpusztíthatja az emberiséget. Amíg Omnius elégedett lenne a teljes kipusztulással, az önálló akaratú robotnak nem volt ínyére egy e-fajta végleges megoldás. Továbbra is meglehetősen érdekelték ezek a lények, különösen Gilbertus Albans, akit pótfiaként nevelt, miután kiszabadította őt a nyomorúságos rabszolgatereplől. Erasmusnak puszta tudományos megfontolásból is elegendő szerves anyagot kellett tartania az embereket természetes környezetükben vizsgáló kísérleteihez. Nem szabad mindnek meghalnia, csak a többségüknek. A lények azonban meglepően ellenállónak bizonyultak. Erasmusnak kétségei voltak, hogy akár a legsúlyosabb járvány is képes lenne mindet elpusztítani.
Az emberek példátlan módon tudtak alkalmazkodni a viszontagságokhoz, és nem bevett eszközökkel felülkerekedni azokon. Bár csak a gondolkodógépek is elsajátíthatnák ezt a képességet. Miután összehúzta pazar palástját, a platinabőrű robot belépett az épület központi termébe, ahol köpenyek forgató Trullaxi fogja korábban kifejlesztette a tökéletes RNS retrovírust. A gondolkodógépek hatékonyan és odaadóan dolgoztak, mégis a romlott emberi fantázia kellett ahhoz, hogy Omnius dühét végzetesen pusztító mederbe terelje. Egyetlen robot vagy számítógép sem tudott volna kiötleni ilyen iszonyatos halált és pusztítást. Ehhez egy bosszúvágyó ember elméjére volt szükség. Rekur Fan, a biomérnök és genetikus, akit a Nemesek Szövetsége egész területén gyaláztak, létfenntartó foglalatban fészkelődött, mert csupán a fejét forgathatta, lévén, hogy se karja, se lába nem volt. Életműködés szabályozó foglalat kötötte össze a genetikus testét a táplálék és salakanyag szállító csövekkel. Nem sokkal azután, hogy foggyul eltették, Erasmus gondoskodott róla, hogy eltávolítsák a férfi végtagjait, s így sokkal kezelhetőbbé tegyék. Ellentétben Gébertus Albanszal nyilvánvalóan megbízhatatlan volt. A robot vidám mosolyra húzta likvimetál arcát. Jó reggelt, Csonk! Ma sok dolgunk lesz. Talán sikerül elvégeznünk az elsődleges próbafuttatásokat. A Trullaxi vékony arca a szokásosnál is összelapítottabbnak tűnt, sötét, közelülő szemei úgy repkedtek, akár egy csapdába esett kismadár. Épp ideje volt, hogy ideér, már órák óta ébren bámulok magam elé. Akkor rengeteg időd volt, hogy új figyelemre méltó ötleteket dolgozz ki. Alig várom, hogy beszámolj róluk. A fogoly válaszként szitkozódva felmordult, aztán... Hogy haladsz a hüllőimitációs végtagújna növesztő kísérleteiddel? A robot közelebb hajolt, majd felhajtott egy bioflastromot, és megvizsgálta Rekurfán sebhelyes vállának csupasz bőrét. Már látni valamit? Kérdezte nyugtalanul a Trullaxi. Furcsa szögben elfordította a fejét, hogy jobban láthassa a karcsökevényének részleteit. Ezen az oldalon semmi. Erasmus a másik vál feletti biológiai fedőlemezt is megvizsgálta. Itt talán, mintha látnék valamit, határozottan növekvő dudort a bőrön. Mindegyik teszthelyen másféle sejtkatalizátort fecskendezett be a bőr alá, hogy megkísérelje regenerálni a levágott végtagokat. Következtess a meglévő adatokból, robot! Mennyi időbe telik, míg visszanő a karom és a lábam? Ezt nehéz megmondani. Lehetséges, hogy több hétig tart, de előfordulhat, hogy még tovább. A robot fémújjával megdörzsölte a bőrön formálódó dudort. Ugyanakkor ez a kinövés valami egészen más is lehet, kissé vöröses talán, nem több puszta fertőzésnél. Nem érzem, hogy fájna. Megvakarjam? Ne, kivárom, hogy még magam is képes leszek rá. Ne légy modortalan, ez elméletileg közös próbálkozás. Noha a kísérlet jó eredménnyel kecsegtetett, ez a feladat nem élvezett elsőbséget a többivel szemben. A robot valami sokkal fontosabbra összpontosított. Erasmus aprót igazított egy intravénás csatlakozón, amitől kisimult az elégedetlenkedő férfi vékony arca. Rekurfán kétségtelenül az egyik rendszeres hangulatváltozásán ment keresztül. Erasmus folyton figyelte és gyógyszert adott be neki, hogy hatékonyan működhessen. Talán ma sikerül elérnie, hogy a Trullaxi ne kapjon fékezhetetlen dürohamot. Némelyik reggel a legkisebb dologtól is begurult, más alkalmakkor Erasmus szándékosan provokálta, hogy megfigyelje a következményeket. Az emberek irányítása még az ilyen undorítóaké is tudomány és művészet volt. Ezt a lealacsinyított foglyot épp úgy alanynak tekintette, akár a vérfoltos rabszolgatelepeken és kamrákban sínylődő embereket. Még amikor szélsőségekre kényszerítették a Trullaxit, még amikor a puszta fogával igyekezett is szétszaggatni a létfenntartó rendszereit, Erasmusnak akkor is sikerült elérnie, hogy a járványon dolgozzon. Szerencsére a férfi gépi rabszolgatartóinál is jobban gyűlölte a szövetségben élő embereket. Évtizedekkel ezelőtt a Nemesek Szövetségében fellángolt politikai zavargások idején a Trullaxi szervfarmok sötét titka az egész szabad emberiség iszonyatát és undorát kiváltva napvilágra került.
A szövetségi bolygókon a közvélemény a genetikai kutatások ellen fordult, a felháborodott tömegek pedig szétrombolták a szerfarmokat, és rejtek helyekre üzték a tulaksziakat, akiknek hírnevén lemoshatatlan folt esett. A menekülő rekurfán az összehangolt világok térségében keresett oltalmat, s egy általa ellenállhatatlannak hit ajándékot itt magával. Sejtanyagot, melyből Serena Butler tökéletes klónját lehetett előállítani. Erasmus elképett, mivel eszébe jutottak a fogoly lányjal folytatott érdekfeszítő beszélgetések. A kétségbe esett Fan biztosra vette, hogy Erasmus látni akarja őt, de sajnos a klónok, melyeket Fan előállított, nem rendelkeztek Serena emlékeivel, sem szenvedélyességével, csupán üres hasonmások voltak. A klónok unalmassága ellenére Erasmus egészen érdekesnek találta Rekurfánt, ami meglehetősen bosszantotta az apró termetű férfit. Az önálló akaratú robot élvezte a társaságát. Végre akadt valaki, aki beszélte a tudomány nyelvét, egy kutató, aki képes volt segíteni neki, hogy megértse a bonyolult emberi szervezetek számtalan elágazódását és analitikus ösvényeit. Erasmus kihívásként élte meg az első néhány évet, még azután is, hogy eltávolította a tulaxi karjait és lábait. Végül az átgondolt manipulációknak, a jutalmaknak és büntetéseknek türelmesen kidolgozott rendszerének köszönhetően Rekurfánt hasznot hajtó kísérleti alanyjá alakította át. A végtagjaitól megfosztott férfi helyzete sokban hasonlított Fan egykori saját rabszolgáiéra, akiket az álszerfarmokon tartott. Erasmus csodálatosan ironikusnak ítélte a helyzetet. Mit szólnál egy finom falathoz, mielőtt nekilátunk a munkának? Javasolta Erasmus. Például egy hússüteményhez? Hans szeme felragyogott, mivel ez volt az egyetlen élvezetforrás, ami megmaradt számára. A hússütemény, ami különféle laboratóriumban tenyésztett szervezetekből, többek között emberi hulladékból készült, a tulaxiak szülőbolygóján közkedvelt ingyenségnek számított. Etes meg, máskülönben nem leszek hajlandó dolgozni neked. Túl gyakran fenyegetőzöl ezzel, Csong. Hozzá vagy kapcsolva a táplálékoldattankhoz, még ha nem is vagy hajlandó enni, akkor sem tudsz éhen halni. Az együttműködésem fontos neked, nem csak az, hogy életben maradjak, és túl kevés lehetőséget hagytál nekem az alkuhoz. A tulaxi arca grimasszát orzult. Nos, jó. Hússütemény! Kiáltotta Erasmus. Mit kar, gondoskodj róla! Az egyik éhesztő küllemű laboratóriumi asszisztens jött be, és négy beültetett karján cukrozott, szerves, ínyenszalatokkal megrakott tálcát egyensúlyozott. A tululaxi fészkelődni kezdett létven tartó foglalatában, hogy egy pillantást vethessen a hátborzongató éterre és a karpárra, melyet valaha a magáénak mondhatott. A tulaxiak által alkalmazott beültetési eljárások alapszintű elsajátítása után Erasmus az egykori rabszolgafejhajtó végtagjait két laboratóriumi asszisztens testébe oltotta, majd mesterséges izmok, hús és csont hozzáadásával a megfelelő hosszú zságúra igazította. Jól lehet, csupán próbának és tanulásnak szánta a kísérlet rendkívül jól sikerült. Négy kar különösen ügyesen cipelt tárgyakat, Erasmus azt remélte, hogy valamikor majd zsonglőrködni is megtaníthatja, mivel talán jól elszórakoztathatja Gilbertust. Négy láb ugyanakkor úgy futott, akár egy antilop a nyílt mezőn. Valahányszor a szem mellé került a két segéd egyike, jelenlétük fájdalmasan emlékeztette a tulaxit saját reménytelen helyzetére. Mivel Rekurfán kész híján maradt, négy kar a két pár közül az egyiket használta, épp azt, amelyik annak előtt a fogolyé volt, hogy hússüteményt tömjön a muhon kitátott szájba. Van úgy nézett ki, mint egy éhes madárfiolka, aki kukacot kér az anyjától. Barnássárga morzsák hullottak a fekete köpenyre, mely csonkatörzsét fette. Némelyik a táplálékfürdőbe esett, ahol az anyag újrahasznosításra került. Erasmus felemelte a kezét, ezzel jelezve négy karnak, hogy álljon meg. Egyelőre elég, még kapsz belőle, Csong, de előbb dolgoznunk kell. Nézzük át együtt a különböző kísérleti törzsekhez tartozó mai halálozási statisztikákat. Furcsa, hogy Vorian Atreides, az állnok Agamennon titán fia, hasonló eszközzel próbálta végleg elpusztítani az Omnius örökelméket, és számítógépes vírust telepített a frissítő gömbökbe, melyeket tudtán kívül a Seurat nevű robotkapitány juttatott célba. Ám nem csak a gépeket fenyegethetik a halálos fertőzések.
Lekurfán egy percnyi duzzogás után megnyalt az ajkait, és neki látott, hogy áttanulmányozza az eredményeket. Úgy tűnt, tetszenek neki a halálozási adatok. Nagyszerű, motyogta. Ezekkel a járványokkal könnyű szellel kiírthatunk több milliónyi embert. A nagyságnak megvannak a jó oldalai, ugyanakkor sokba kerül. Xavier Harkönnen primerás, utolsó diktanapló bejegyzés. Természetellenesen hosszú katonai pályafutása során Vorjana Teldes főparancsnok sok mindent látott, de csak ritkán jutott el a Kaladanhoz hoghatóan gyönyörű bolygóra. Számára az óceánbolygó csodás emlékek tárházát jelentette, annak a fantázia képét, milyen lehet a normális élet, melyben nincsenek gépek, és nincs háború. Bárhol járt a Kaladanon, Vor a Leronika Targelyttel töltött csodás időket idéző tárgyakra és helyekre lelt. Leronika adott életet két ikerfiúknak, és 7 évtizeden át volt szerető társa, noha sohasem házasodtak össze. Leronika a közös otthonukban maradt a Salusa Secunduson. Habár már a 90-es éveibe járt, Vor jobban szerette őt, mint valaha. Ahhoz, hogy tovább megtartsa fiatalosságát, rendszeresen fogyaszthatott volna a melanzs nevű fűszerből, mely időközben meglehetősen népszerűvé vált a gazdag nemesek körében, ám nem volt hajlandó egy szerinte természetellenes mankót használni. Ez annyira rávaldott. Vele éles ellentétben a Kimek édesapja által rákényszerített halhatatlansági kezelésnek köszönhetően Vor még mindig fiatalnak, mint egy saját unokájának tűnt. Hogy ne látszék annyira a kettejük közötti különbség, Vor időről időre őszre festette néhány tincsét. Bárcsak magával hozta volna őt is, amikor visszatért arra a helyre, ahol megismerkedtek. Most, miközben a Kaladan nyugodt tengereit nézte, és azt figyelte, ahogy sorra visszatérnek a kis moszattal és vajhallal megrakott hajók, Vor mellett lelkes és fiatal agyuntársa, Quentin Vigár és Vandra Butler fia, Abulurd Butler ült. Abulurd ezen kívül Vor egykori legjobb barátjának unokája is volt. De Xavier Harkönne nevét csak ritkán említették, mivel visszavonhatatlanul jávának és az emberiség árulójának bélyegezték. Ennek az igazságtalanságnak a gondolata, amit a legenda lendülete vitt tovább, megakadt Vor torkán, akár egy tüskés gyümölcs, de semmit sem tehetett, hogy javítson a helyzeten. Én már közel 60 év telt el azóta. Abulurddal együtt találtak egy asztalt az egyik szírt fal melletti szuszpenzor vendéglőben, amely lassan haladt a kaladani part mentén, hogy a partvonal és az óceán állandóan változó képével gyönyörködtesse a vendégeket. Katonai sapkájuk az ablakpárkányon hevert, hullámok csapódtak a part közeli magas sziklákhoz, és nyomokban fehér csipkeként lecsorgó csermelyek keletkeztek. A késő délutáni napsütés megcsillant a habokon. A két férfi zöld és karmazsinvörös egyenruhában bámulta a dagályt, és közben bort kortolgatva élvezték a rövid pihenőt, a vége érhetetlen dzsihád közepette. Vor lezseren a figyelemmel terelő érdemrendek nélkül viselte uniformisát, míg Abulurd maga is épp oly merevnek tetszett, mint a nadrág javasalása. Akár a nagyapja. Vor a szárnyai alá vette a fiatal férfit, vigyázott rá és segítette a boldogulásban. Abulurd nem ismerhette meg édesanyját, Xavier legkisebb lányát, aki a szülés alatt elszenvedett, súlyos agyvérzés miatt katatóniás állapotba esett. Most, hogy 18 éves lett, a fiatalember felesküdött a dzsihád hadseregének. Édesapja és bátyai korábban hírnevet és több kitüntetést szereztek maguknak a seregben. Quentin Butler legkisebb fia előbb-utóbb bizonyosan maga is érdemeket szerez. Hogy elkerülje a Harkönnen névvel járó kellemetlenségeket, Abulurd édesapja jobban csengő anyajáktól kölcsönözte a családnevet, mivel büszke volt rá, hogy Serena Butler közvetlen leszármazottjának mondhatta a fiát.
Mióta 42 évvel ezelőtt beházasodott a híres familiába, a háborús hősként tisztelt Quentin gyakorta felhívta a figyelmet a névben rejlő iróniára. Butlernek a régi föld egyik nyelvén olyan szolgát hívtak, aki szó nélkül végrehajtotta gazdája parancsait. Én büszkén hangoztatom az új családi mottót. Mi, Butlerek, senki szolgái sem vagyunk. Két idősebb fia, Fájkan és Rico, magukénak vallották egy elmondatot, és a dzsihádban való harcnak szentelték az életüket. Mennyi történelmet rejt magában egyetlen név, gondolta Vorján, és micsoda terhet jelent. Hosszasan beszívta a levegőt, majd végigpásztázta az éttermet. Zászló lógott a falon, rajta a három mártér. Serena Butler, ártatlan gyermeke Manion, valamint Ginjo főpátriárka arcképével. Az emberek, akiknek olyan könyörtelen ellenféllel kellett szembenézniük, mint a gondolkodó gépek, Istentől és az ő képviselőjétől vártak oltalmat. Mint a legtöbb vallásos mozgalom, a mártéristák között is akadtak elvakult szélsőségesek, akik szigorúan megszabott rítusok keretében tisztelték a három vértanút. Vor maga nem volt követője féle hiteknek, inkább katonai képességeire támaszkodott Omnius ellenében, de az emberi természet, melynek része volt a fanatikusság is, hatást gyakoroltak a terveire. Az olyan népek, akik a szövetségért nem fogtak volna fegyvert, átázulordítozva rontottak rá a gondolkodó gépekre, Serena vagy az ő kisbabája nevében. Ám miképp a mártiristák előmozdíthatták a dzsihád ügyét, gyakorta épp úgy akadályozhatták is azt. A régóta szótlanul merengő Vor összekulcsolta ujjait és körülnézett az étteremben. A nemrégiben felszerelt szuszpenzor szerkezet ellenére a hely szinte pontosan úgy nézett ki, mint évtizedekkel ezelőtt. Vor jól emlékezett rá. A klasszikus stílusú székek talán ugyanazok maradtak, de a kárpitozást vélhetően kicserélték. Miközben csendben kortolgatta borát, Vor felidézte magában a pincérnőt, aki valaha itt dolgozott, az ifjú bevándorlót, akit csapatai egykor kimentettek a Peridó kolóniáról. A lány az egész családját elvesztette, amikor a gondolkodó gépek letarolták a bolygó minden ember lakta települését, később pedig túlérő érdemrendet kapott, amit Vor személyesen adott át neki. Remélte, hogy megtalálta a helyét itt, a Kaladanon. Oly régen történt. Lehet, hogy azóta meg is halt, vagy unokák seregével körülvet, vén családanyává lett. Az évek során Vor sokszor járt a Kaladanon azzal az ürüggyel, hogy ellenőrzi a lehallgató őrhelyet és a megfigyelő állomást, amiket az ő katonái emeltek közel 7 évtizede már. Amikor tehette, még mindig visszatért, hogy őrködjön az óceán bolygó felett. Mivel úgy vélte, hogy jót cselekszik velem, Vor már régen átköltözte Leronikát és a fiait a bolygószékhelyre, amikor Estes és Kagin még csak gyerekek voltak. Az édesanyja könnyen elboldogult a sok csoda között, az ikrek viszont nem különösebben kedvelték a Salusa Secunduszt. Később volt kisfiai, kisfiúk, hiszen akkor már 16 évesek voltak. Úgy határoztak, hogy visszatérnek a Kaladánra, mivel nem sikerült megszokniuk a Salusa Secundus nyüzsgését, a szövetségi politikát, sem a dzsihad hadseregét. Katonai küldetései miatt Vor alig tartózkodott otthon, és amikor az ikrek nagykorúvá cseperedtek, visszaindultak az óceán bolygóra, hogy saját családot alapítsanak és gyermekeik, mostanra már talán unokáik legyenek. Az időközben eltelt hosszú időnek és a ritka találkozásoknak köszönhetően Estes és Kagin lényegében idegennekké váltak számára. Vor épp tegnap látogatta volna meg őket, miután megérkezett a csapataival, de kiderült, hogy egy héttel ezelőtt összepakoltak, és a Salusa Secundusra utaztak, hogy néhány hónapot töltsenek idős édesanyjukkal. Még csak nem is értesült róla. Újabb elszalasztott lehetőség. Ugyanakkor az elmúlt években egyik látogatása sem sikerült különösebben vidámra. Az ikrek minden alkalommal illendően asztalhoz ültek, az édesapjukkal, de láthatóan nem tudtak miről beszélgetni vele. A rövid vacsora végeztével Estes és Kagin más kötelezettségekre hivatkozva kimentették magukat. Vors után kezet fogott velük, és sok sikert kívánt nekik, mielőtt ismét lelkesen neki látott katonai kötelezettségei teljesítésének. A múltra gondolsz, ugye, uram? Abul úr sokáig hallgatott és figyelte parancsnokát, végül azonban elfogyott a türelme. Nem tudok semmit, nem tudok mit tenni ellene. Lehet, hogy nem látszik rajtam, de ne feledd, hogy vén ember vagyok. Rengeteg kötelék fűz ehhez a helyhez.
Orr összeráncolta a homlokát, ahogy kortolt egyet az inkaliból, az egyik legnépszerűbb kaladani borból. Mikor először járt itt a kikötőparti kocsmában Meiler unikái és az édesapjáé volt, csak erős és keserű moszat sört ivott. Pontosan múlt abból úrt, akárcsak az igazság. Orr elfordult az óceáni kilátástól, hogy agyutánsára összpontosítson. Már régóta el szeretnék mondani neked valamit, de meg kellett várnom, hogy eléggé felnőj hozzá. Talán sosem leszel elég idős ahhoz, hogy megértsd. A bolúr beletúrt sötét barna hajába, és elővillantak a nagyapjáira emlékeztető, vöröses, fahéjszínű tincsek. Az ifjú mosolya is épp oly megnyerő volt a kák Xavieré, és hozzá hasonló módon teljesen lefegyverzően tudott nézni az emberekre. Mindig érdekelt, amit tanítasz nekem, főparancsnok uram. Néhány dolgot nehéz elfogadni, de megérdemled, hogy tudj róla. Hogy hogyan használod majd ezt a tudást, az már a te dolgod. Abul úr zavartan hunyorgott. A szuszperzor párnás étterem abba hagyta a vízszintes mozgást, és megindult lefelé a víztől fekete szírt oldalán, a tenger és a csapkodó hullámok felé. Nehéz belefognom, mondta Vor egy mély sóhaj után. Jobb, ha előbb megisszuk a borunkat. Nagyot kortyolt az erősen vörös, jellegzetes kaladani borból, aztán felállt és felkapta katonai sapkáját az ablakpárkányról. A bulurt kötelességtudóan követte a példáját, és a félig telt poharatot hagyva felvette a sapkáját. Miután kiléptek az étteremből, egy zegzugos, kövezett ösvényen kaptattak vissza a szírt tetejére, ahol megálltak a széltől megnyesett cserjék és a szerte mindenfelé virító fehér, csillagszerű virágok között. Sós szél csapott az arcukba, és a két férfinak meg kellett fogni a sapkáját, nehogy lerepüljön. Vor egy magas sövény mögött rejtőző pad felé intett. Az ég és a nyílt terep határtalannak tűnt. Vor mégis úgy érezte, hogy magukra maradhatnak, hogy fontos ügyeket vitathassanak meg. Ideje megtudnod valójában, mi történt a nagyapáddal, vágott bele Vor. Őszintén remélte, hogy az ifjú megszívleli, amit hallani fog, különösen, mivel idősebb testvérei sohasem fogadták el Vor verzióját, és a hivatalos kitalációt részesítették előnyben a kellemetlen igazsággal szemben. Abul úr nagyot nyelt. Olvastam az aktákat, tudom, hogy szégyent hozott a családomra. Vor összevonta a szemöldökét. Xavier jó ember és a barátom volt. Néha az általunk ismert történelem nem több a céljainknak megfelelő propagandánál. Keserűen felkacagott. Olvasnod kellett volna apám emlékiratait. Abul úr zavartnak tűnt. Te vagy az egyetlen, aki nem kezd köpködni a Harkönnen név hallatán. Én sosem hittem el, hogy annyira rettenetes lehetett. Végére is az ártatlan Manion édesapja volt. Xavier nem árult el minket. Senkit sem árult el. Iblis kincsó volt köztünk a gonosz. Xavier pedig feláldozta magát, hogy elpusztítsa őt, mielőtt még iszonyatosabb károkat okozott volna. A főpátriárka tettei vezettek Serena halálához, és az elefántcsontorony kogitátorainak őrült végetervéhez is. Vor dühötten ökölbe szorította a kezét. Xavier Harkönnen megcselekedt, amit senki más nem óhajtott megtenni, és ha más nem is ért el vele, megmentette a lelkünket. Nem szolgált rá a gyalázkodásra, ami az osztály része lett. De a dzsihad érdekében kész volt elfogadni a sorsát, még ha a történelem hátba is döfi őt. Tudta, hogy ha kiderül, mély mértékű korrupció bújt meg a dzsihad kebelében, a szent háború botrányok és vádaskodások macskába fúl, és elfeledkezünk a valódi ellenségről. Könnyek öntötték el Vor szürke szemeit, ahogy Abul úr remerte a tekintetét. És én mindvégig hagytam, hogy árulónak kiáltsák ki a barátomat. Xavier tudta, hogy a dzsihád érdeke előbbre való saját személyének tisztázásánál, de belefáradtam az igazság elfolytásába, Abul úr. Serena mindkettőnknek üzenetet hagyott, mielőtt a Korénra indult, hiszen tudta, hogy valószínűleg megölik ott, hogy vértanú halált hal majd. Elmagyarázta, miért kell félredobni a személyes érzéseket az ügy érdekében. Xavier ugyanígy gondolkodott. Sosem érdekelték az érdemrendek, a tiszteletére állított szobrok, vagy az, hogyan őrzik meg a nevét a történelem lapjain. Vor erővel kényszerítette az ujjait, hogy ne remegjenek. Xavier tudta, hogy a legtöbben nem fogják megérteni, amit tett.
A főpátriárkát túlságosan jól védte a pozíciója, ahol a mindenható Jatir és a propaganda szakértők raja vette körül. Iblis Gindzsó évtizedeken át alakítgatta a saját kikezdhetetlen mítoszát, míg Xavier egyszerű férfi volt, aki tehetsége szerint harcolt. Amikor megtudta, Iblis mire készül egy újabb emberi kolónia ellen, amikor rájött, miféle cselszövésbe fogott a trullaxiakkal és az ő szernfarmjaikkal, tudta, mit kell tennie. Nem érdekelték a következmények. Abul úr délénk figyelemmel, egyszerre aggódva és reménykedve nézte őt. Szörnyen fiatalnak tűnt. Xavier nagyszerű ember volt, aki egy szükséges tettet hajtott végre. Bor elkeseredetten vállat vont. Kihégtatta Iblis Gindzsót. A trullaxi szerfarmokat otthagyták, az aljas kutatók fekete listára kerültek, és szétszóródtak. A dzsihád pedig megújult, és ez vezetett az elmúlt 6 évtized harci hevületéhez. Az ifjú Abul úrt továbbra sem tudta helyre tenni magában a hallottakat. No, és az igazság, ha tudtad, hogy a nagyapámat alaptalanul gyalázzák, miért nem tettél semmit ellene? Orr szomorúan ingatta a fejét. Senki sem akarta hallani az igazat. Az űrzavar elvonta volna a figyelmet a háborúról, még most is megakasztaná a dzsihadot, miközben egymásra mutogatunk, igazságért kiáltva. Családok állnának az egyik vagy másik oldalra, és vérbosszút esküdnének egymás ellen. És közben Omnius folyamatosan támadásokat intéz ellenünk. Az ifjú tiszt elégedetlennek tűnt a magyarázattal, de nem szólt semmit. Megértem, mit érzel a borult. Hidd el nekem, Xavier maga sem kérte volna, hogy vizsgálják felül a történelemben betöltött szerepét. Oly réges-régen történt mindez, kétlem, hogy bárkit is érdekelne. Engem érdekel. Bor arcán halvány mosoly jelent meg. Igen. És most már tudod az igazat. Hátradőlt a padon. De hosszadalmas küzdelmünket a hősök és a mítoszok vékony fonalainak szövedéket tartja össze. A Serena Butler és Iblis Gindzsó köré épített legendákat gondosan megtervezték, a mártiristák pedig sokkal többet látnak bennük, mint amik valójában voltak. Az emberek a dzsihád érdekében eljelképeknek érintetlennek kell maradniuk. Még a főpátriárkának is, még ha nem is érdemli meg. Az ifjú ajka megremegett. Szóval a nagyapám nem volt gyáva áruló? Közel sem. Én inkább hősnek nevezném. Abul úr leszegte a fejét. Én sohasem leszek gyáva. Esküdött meg, és megtörölte könnyes szemét. Tudom, hogy nem leszel, Abul úr, és fontos, hogy tisztában legyél vele. Olyan vagy nekem, mint a saját fiam. Egykor büszke voltam rá, hogy Xavier barátja lehettem, most pedig büszke vagyok arra, hogy téged ismerlek. Bor az ifjú vállára tette a kezét. Egy napon talán helyrehozhatjuk ezt a rettenetes igazságtalanságot, de előbb el kell pusztítanunk Omniust. Aki e földön születik, hősnek születik. Istiángosz karmester a tanítványaihoz. A dzsihád hadserege megesküdött, hogy bármennyi életbe kerüljön, visszafoglalják a honrút a gondolkodógépektől. Serena Butler szent háborújának első évszázada alatt az emberek hozzászoktak a példátlan áldozatokhoz. Quentin Butler a zászlóalj primerása a zászlós hajója hídján állt, és az előtte derengő Omnius rabigájába hajtott bolygót figyelte. Néma imát rebegett, mielőtt szembeszáll a lelketlen ellenséggel. A halvány arany fürtökbe kunkorodó hajú Quentin,
aki a rendíthetetlen háborús hősök anyagából vétetett, sokkal idősebbnek nézett ki 65 événél. Arcának finoman metszett vonásai, erős áll a vékony ajkai és átható tekintete olyannak tűntek, mintha egy klasszikus mellszoborról mintázták volna azokat. Quentin bízták meg vele, hogy megindítsa az offenzívát és győzelemre vezesse a dzsihadistákat egyik első, legmegrázóbb vereségük helyszínén. 400 évet osztályú hadihajó és 1000 dárda osztályú romboló állt csatasorba, hogy hóhérkötélként vegyék körül a bolygót, melyet egykor a hondruni mészárás előtt szabad emberek népesítettek be. Ez alkalommal a gondolkodógépeknek esélyesen volt az ügyért felesküdött Quentin ellen a letaglózó tűzerőlől, amit magával hozott, nem is beszélve. A dzsihad évei alatt a bátor emberi harcosok folytonos és jelentős károkat okoztak az összehangolt világokon. Robotflottákat tettek harcképtelenni, és gépi előretolt állásokat romboltak szét. Az ellenség mégis folyton megújította a haderejét. A primerás, aki hozzászokott az adrenalin löketekhez és a diadalmámorhoz, hosszú katonai pályafutása során már rengeteg hőstettet hajtott végre. Számos alkalommal állt ki győzedelmesen füstölgő csataterekre. Képtelen volt megunni ezt az érzést. Omniusnak egyszerűen ki kellene számítani az esélyeket és kikapcsolni minden rendszerét, szólalt meg Faikán, Quentin legidősebb fia. Ezzel sok időt és veszőtséget takaríthatna meg nekünk. Az édesapjánál is magasabb Faikánnak Quentinéhez hasonlóan hullámos haja volt, a magas járomcsontot és a szikár termetet viszont az édesanyjától, Vandrától örökölte. 37 évesen a katonai szolgálat és a szövetségi politika terén is komoly babérokra tört. Rikov, aki szintén a hajóhídon állt, felhorkant. A győzelem csupán ennyiből áll, nehéz lenne megindokolni a hatalmas ünneplést a végén. A magam részéről jobban szeretem a kihívásokat. A bátyjánál 7 évvel fiatalabb Rikov egy fejjel alacsonyabb volt, ugyanakkor szélesebb vállú és szögletesebb állkapcsú. Vastag ajkai harkönnen génekről árulkodtak, noha a kellő belátással rendelkező ember nem emlékeztette őt erre a kínos jegyre. Bármilyen győzelemmel megerékszem, ami közelebb visz minket a gépdémonok teljes megsemmisítéséhez. Quentin a két lelkesi fiúhoz fordult. Épp elég dicsőtet jut majd mindkét fiam számára, és talán nekem is marad egy kevés. A szülés során Vandrával történtek miatt ösztönösen került a legkisebb fiú, Abul úr nevének említését. A csaták előtt mindig drága hitvesére gondolt. Nem sokkal azelőtt, hogy már nem tudott volna gyermeket világra hozni, Vandra véletlenül teherbe esett, a komplikált szülés pedig elrabolta őt Quentintől. A gyászoló, a kis deddel mit sem törődő Quentin az önelemzés városának nyugodt falai közé vitte kómába esett feleségét, ahol egykor nagyra becsült nénye Serena töltötte elmélkedéssel életének oly sok esztendejét. Részben még mindig Abul úrdot hibáztatta a veszteségért, és noha az esze azt súgta neki, hogy igaztalanul bánik Abul úrdal, a lelke mélyén nem tudta megváltoztatni ezt az ítéletet. Csak azért jöttünk ide, hogy a hajrut bámuljuk, kérdezte nyeglén Rikov, aki már a kijáratnál állt. Vagy végre teszünk is valamit? A zászlóai alparancsnokai részletekbe menő visszaigazolásokat küldtek, melyekben megjelölték a pontos helyzetüket, és bejelentették, hogy készen állnak az átfogó támadás megindítására. Az alanti bolygó Omnius örök elméje már bizonyosan felmérte reménytelen helyzetét. A védrendszerek és a harci robotok észlelték a közelgő dzsihadista flottát, ám a gondolkodógépek semmit sem tehettek az elsöprő túrelővel szemben. A sorsuk megpecsételődött. Quentin felállt a parancsnoki székből, és türelmesen rámosolygott buzgó fiaira. A csata tervét a messzi Zémia egyik parancsnoki központjában dolgozták ki, de a háborúban az utolsó pillanatig bármi megváltozhat. Két hullámban fogunk leküzdeni 500 kincsalvadászt, mindegyiket zavaró impulzusbombákkal megrakva. A nagy erejű atomfegyvereket azonban nem fogják bevetni, ha csak vészessé nem válik a helyzet. Precíziós csapást kell mérnünk minden örök elme csomópontra, aztán a felszíni csapatok kiiktathatják az alállomásokat. Rengeteg ginaszi kommandós tartott velünk. Igenis, uram, válaszolta két fiú egyszerre. Faikán, te vezeted az első hullámot, Rikov, te a másodikat.
Néhány impulzus atom töltett magas légköri berobbanása kellő mértékben megzavarhatja a géláramkörös agyaikat, anélkül, hogy kiírtana a teljes emberi lakosságot. Eléggé meggyengítheti a gépeket ahhoz, hogy a felszíni csapatok elbánjanak a többivel. A horúni nép még napnyugta előtt felszabadul. Ha egyáltalán maradtak emberek, jegyezte meg Rikov. Már majdnem 90 éve, hogy a gépek átvették a hatalmat odalent. Fajgan arca zordnak és keménynek tűnt. Ha Omnius mindet megölte, annál több okunk van a bosszúra. Ebben az esetben részemről semmi akadálya nem lenne, hogy atomfegyverekkel égessük fel a világot, ahogy az armada tette egykor a földdel. Bárhogy is legyen, szólalt meg Quentin, essünk neki! A primerás arc előtt összetette a két kezét abban a félig tisztelgő, félig imádkozó pozícióban, mely Serena Butler vértanúsága után terjedt el a dzsihadista parancsnokok körében. Habár látszólag csak a két fiához beszélt, szavait az egész zászlóalj hallhatta, és nem csak a lelkesítő beszédet, hanem az őszinte hitet is. A honruni mészárlás a dzsihad első éveinek egyik legsötétebb pillanata volt. Ma egyensúlyba hozzuk a történelem mérlegének serpenyőit, és lezárjuk a történetet. Fajgan és Rikov a zászlóshajó fő leszálló fedélzetére vonult, ahonnan megindítják majd a kincsal vadászok támadását. Quentin, aki feltétlenül bízott fiaiban, a parancsnoki hídon maradt, ahonnan az ostrom alakulását figyelhette. A képernyőn tovább tanulmányozta a gazdagnak tűnő bolygót. A barna és zöld kontinenseket, a fehér felhőgumolyagokat és a széles tengerek mélykék foltjait. Kétségtelen, hogy Omnius behatolása az azóta eltelt 9 évtized alatt lecsupaszította a tájat, sonzó csodás erdeit és mezőit ipari rémállommá formálta át. Valószínűleg rabszolgasorsba hajtott túlélőknek kellett szolgálnia a gonosz gondolkodógépeket. Quentin ökölbe szorította a kezét, és újabb imát mormolt maga elé, hogy erőt merítsen belőle. Idővel az összes kár jóvá tehető. Az ehhez vezető első lépés a jótékony emberi uralom visszaállítása és az eredeti mészárlás megbosszulása lesz. 5 évvel azután, hogy Serena Butler megindította a nagy dzsihadot, a szövetségi armada hadihajói kísérletet tettek rá, hogy felszabadítsák a honról összehangolt világát. A jól felfegyverzett és lelkes armada Ginjo főpátriárka ösztönzésére lecsapott a bolygóra, ám a gondolkodó gépek korrupt kémei félrevezették őket a rájuk váró haderő létszámát illetően. Omnius 10 000 hajója átlesben és rontott rá váratlanul az armadára. Az emberi harcosok elkeseredett ütközetet vívtak ellenük, de az önmegsemmisítő robothajók elsöpörték a bolygó köré gyűlt dzsihadista csatahajókat. A több hullámban érkező hadirobotok sorra pusztították el a felszínen a megmentőiket váró embereket. A Honru tervezett felszabadítása teljes vereségbe és iszonyatos mészárlásba torkollott, mely addig folytatódott, amíg az utolsó emberi csatahajót is meg nem semmisítették. A bolygó felszínén legyilkolt számtalan áldozat mellett a szabad emberiség több mint 500 000 katonája vesztette életét egyetlen ütközet során. Régóta ideje már, hogy bosszút álljunk ezért, gondolta magában Quentin. A kincsalosztakok megindultak, primerás, jelentette a parancsnok hadnagya. A csapatok készüljenek fel a felszíni bevetésre, hogy biztosíthassuk az előre nyomulást. Azt akarom, hogy gördülékenyen menjen minden. Minden személyszállító járművet juttassanak a bolygóra, míg a dárdák a magasból fedezik őket. Higgadtan, mégis magabiztosan elmosolyodott. 500 kincsal vadász indult bevetésre az évető zászlós hajóról. A honrói robotflotta már gyülekezett. Némelyik kisebb járműveket indított a bolygó fölé, mások a rendszer peremének őrhelyéről igyekeztek a honró irányába. Készüljetek fel az ütközetre, adta ki a parancsot Quentin. Aktiváljátok a Holtzmann pajzsokat, amint a robothajók lőtávolságba érnek. De egy pillanattal sem előbb. Igenis, primárás, egy tapottat sem mozdulunk. Quentin biztosra vette, hogy a robothajók támadását könnyedén visszaverik, ezért a két fia bevetésére összpontosított. Fajkán és Rikov megosztoztak maguk között a kincsalütegeken, és mindketten a saját stílusokban folytatták a hadműveletet. Olyan stratégiákat követtek, amelyek beváltak már a korábbi ütközetekben. Ma a híres Butler testvérek újabb győzelmet jegyezhetnek fel haditetteik lajstromába.
Gwendin összeszorult szívvel azt kívánta, bárcsak Vandra is láthatná most a fiúkat. Az asszony azonban immár semmit sem foghatott fel abból, ami körülötte folyik. 18 évvel ezelőtt a két idősebb fiú látta, hogy édesapjuk könnyek között távozik velük az önelemzés városából. Ez volt az egyik első alkalom, hogy a háborús hős sebezhetőnek mutatta magát. Túl sok gyászt láttunk mindenfelé, apám, mondta Fajkan. Bármerre fordulunk. Ám Quentin a fejét ingatta. Nem a fájdalom vagy a gyász könnyei ezek, fiam. Fia felé nyújtotta a karját, és átörelte. A boldogságtól sírok mindazért, amit édesanyátok adott nekem. Quentin sohasem hagyta el Vandrát. Valahányszor visszatért a szalusszára, meglátogatta őt, mivel a lelke mélyén biztosra vette, hogy a felesége még mindig emlékszik rá. Amikor megtapintotta a nő pulzusát és érezte a szívverését, tudta, hogy a szerelmük tartja életben őt. Tovább harcolt a dzsihádért, és titokban minden győzelmét feleségének ajánlotta. Most felnézett a Hondrulról beérkező jelentések Fajkan és Rikov kincsalosztagai felelkesült üzeneteinek áradatára. A hadihajók lecsaptak a gépek erődítményeire, és impulzusbombák tömegét dobták le rájuk, melyek a pusztító Holtzman energia löketeit bocsátották ki magukból. Minden zavaró lövedéket bevetettünk, primerás, jelentette Fájkan. A főváros készen áll a második fázisra. Quentin elmosolyodott. A bolygó felett a robot hadihajók eredménytelenül támadtak a dzsihadisták hajóira, és amíg a Holtzman pajzsok nem melegedtek túl, inkább pusztítandó, mint sem fenyegető volt a jelenlétük. A primerás átcsoportosította az erőit. Az évetők ereszkedjenek a légkörbe, minden tüzérségi üteg készüljön fel a bombázásra. A ginázi rohamcsapatok helyezzék készenlétbe az impulzus kardjaikat, és készüljenek fel a város megtisztítására. Azt várom el tőlük, hogy a gépi ellenállás utolsó nyomait is tüntessék el. Az alparancsnokok visszajeleztek, hogy értették a parancsot, a primerás pedig visszaült a parancsnoki székébe, miközben a hatalmas hadihajók megindultak, hogy diadalmasan elfoglalják a bolygót. Quentin Butler páncélozott járműve csikorogva tört át a romokon a főgépvárosban, utasterében a győztes hadvezérrel. A primerás felmérte a károkat, és elszomorította az egykor gyönyörű bolygó lepusztult állapota. Nyárak és ipari telepek borították a tájat, ahol régebben megművelt földek terültek el. Felszabadított emberi rabszolgák szaladgáltak az utcákon kábán menedéket keresve, ahogy kitörtek a rabszolgatelepekről és otthagyták a termelősorokat, ahol az őrrobotok már bénultan és hasznavehetetlenül álltak az égből rájuk zúduló impulzus bombázás után. Quentinnek a Parmentier felszabadítása jutott az eszébe, melyet még a pályafutása kezdetén vezetett. A Parmentieren a megtört emberek képtelenek voltak elhinni, hogy végül legyőzték a gondolkodó gépeket. Most, a jólét éveiben, miután ideiglenesen Rikovnak engedte át a visszafoglalt bolygó kormányzóságát, az ottaniak, Quentint és a Butler testvéreket megváltóként imádják. Nem itt, a Honrun sem íjjelzés, sem üdvrivalgás nem fogadta őt, ahogy várta volna. Úgy tűnt, a túlélők túlságosan meglepődtek ahhoz, hogy tudják, hogyan reagáljanak. Éles szemű zsoldosok és kardmesterek csapatai rohantak előre a még megmaradt harci zónákba. Mivel túl önállóak, sosem lesz belőlük jól szervezetűtek, de a zsoldosok ragyogóan beváltak hatékony szólóharcosként és elsőrangú robbantó egységként. Levadáztak minden robotot, amely még működőképes maradt. A vétele munkarobotok és őrszemek, melyeket az örökelme mint egy fogyóeszközként kezelt, már az első impulzus bombázás során megsemmisültek. Most azonban harci mekek törtek elő, és egyre viaskodtak, jól lehet láthatóan megsérültek, és zavarodottan mozogtak. A gyors és gyilkos zsoldosok impulzus kardjaikkal egyenként végeztek az ellenséggel. Bugdácsoló parancsnoki járművéből Quentin jól látta a páncélfalú citadellát, melyen keresztül az örökelme összekapcsolódott a várossal. Hogy elérjék elsődleges célpontjukat, a ginazi zsoldosok forgószélként törtek előre, és a veszélynek fittyet hányva jutottak egyre közelebb hozzá. Quentin felsóhajtott. Bár csak több ilyen ember lett volna 15 évvel ezelőtt az X második ostroma idején, akkor a vétharcok során nem veszített volna annyi harcost és civilt.
Miután megesküdött rá, hogy Umnius többé nem foglalhat vissza egyetlen bolygót sem, amit a dzsihád hadserege egyszer már felszabadított, Quentin hatalmas, ám szükséges ember áldozatárán verte vissza az ostromló gépeket. Maga is egy föld alatt beomlott helyiségben rekedt, ahol majdnem elevenen eltemetve pusztult el, mielőtt kihengették. A csata után már hősként tisztelték, és több elismerésben részesült érte, mint amivel kezdeni tudott volna valamit. Most, ahogy a zsoldosok végig söpörtek a honruni városon, újabb rongyos embercsoport bukkant fel és lepte meg őt. Ezek az emberek hirtelenjében festett ruhadarabokból és egyéb szedetvedett, megfestett holmikból összevart zászlókat lengettek. Dalolva és éjjenezve kiáltozták a vértanú halált halt Serena Butler nevét. Habár csupán kevés használható fegyőrük volt, belevetették magukat a küzdelembe. Quentin a parancsnoki járművéből figyelt. Már korábban is találkozott mártiristákkal, úgy tűnt, hogy a fogságba kényszerített emberek még itt, az elnyomott Hundrun is, a dzsihád papnőjéről, meggyilkolt csecsemőjéről és az első főpátriárkáról suttogtak. A híreket nyilvánvalóan a nemrégiben elfoglalt szövetségi bolygókról ide hurcolt rabszolgák hozták. A foglyok titokban a három mártírhoz imádkoztak, azt remélve, hogy angyal formájában talán leszállnak majd a mennyből, hogy lesújtsanak Omniusra. Az emberek a szövetségen kívüli bolygókon, a szabad szövetségi bolygókon, sőt, még az Omnius elnyomása alatt sínylődő világokon is esküdtettek rá, hogy feláldozzák magukat az emberiség egyéneken túlmutató ügyéért, amint a Serena, az ártatlan Manion és Iblis Ginjo tették. A mártiristák most felvillanyozva előre törtettek, nekirontottak a megmaradt robotoknak, szélzúzták a bénult dolgozóautomatákat, vagy rávetették magukat a fegyveres harci mekekre. Quentin számításai szerint 5 fanatikus vesztette életét minden egyes deaktivált robotért cserébe, de ez egy pillanatra sem tántorította vissza őket. A primerás kizárólag úgy menthette meg őket, ha minél hamarabb véget vett a konfliktusnak, ez pedig a központi citadellában székelő Omnius megsemmisítését jelentette. Ha minden más eszköz csődöt mondana, Quentinnek akkor is megmaradt annak a lehetősége, hogy megsokszorozódott hatású impulzus atomfegyverekkel bombázza le a várost. A robbanófejek tüstént porrá és hamuvá égetnék Omniust, és végleg megszüntetnék a gondolkodógépek uralmát a Honrun, ugyanakkor az emberek is mind elpusztulnának. Quentin ilyen áron nem óhajtotta a győzelmet, legalábbis addig nem, amíg más alternatívái is maradtak. A Kinjaluk rajtaütésszerű támadásának végeztével Rikov és Faekan is megkereste idesapjuk parancsnoki járművét, és közvetlenül neki jelentettek. Mikor meglátták a mártiristákat, a Butler testvérek is ugyanarra a következtetésre jutottak. Be kell vetni a kommandósokat, apám, mondta Rikov. Most azonnal. Itt a csatatéren a primerásod vagyok, s nem az apád, emlékeztette őt Quentin. Elvárom, hogy ekként szólj hozzám. Igenis, uram. Mégis igaza van, tette hozzá Faekan. Hadd vezessem az egyik csapat zsoldost egyenesen a citadella ellen. Robbanó tölteteket helyezünk el, és megsemmisítjük az örökelmét. Nem, Faekan. Hadtestparancsnok vagy nem hősködő közkatona, az efféle kalandokra másnak kell vállalkoznia. Ismét Rikov szólalt meg. Hadd válasszam ki a zsoldosokat, uram, egy órán belül elpusztítjuk Omniust, magam fogom vezetni őket. Quentin újfent nemet intett a fejével. A zsoldosok pontosan tudják, miféle missziót kell teljesíteniük. Alig hagyták el a szavak a primerás ajkát, a távoli épülettömböket robbanás rázta meg. Omnius citadellája előbb vakító fénycsóvává változott, aztán a kiterjedő lökés hullám forrázúzta a citadellát, és egyre növekvő sugárban romba döntötte az épületeket. Ahogy elhalványult a fény, a por, mintha berobbant volna önmagába. Az örökelme erődítményéből egyetlen darabka sem maradt. Pár pillanattal később a ginezi zsoldosok vezetője lépett a parancsnoki járműhöz. A problémát megoldottuk, primerás! Quentin szélesen elmosolyodott. Valóban! Megragadta, és győzedelmesen az ég felé emelte Faekan és Rikov kezét. Szép munka volt, és újabb jelentős győzelmet arattunk Omnius felett. We'll be right back.
A győzelemhez vezető út nem mindig egyenes. Tlaloc a titánok idejéről. Amikor Omnius újabb hadiflottája megérkezett a kimekek erősségéhez a Richeszén, Agamennon felnyögött az örökelme kitartó esztelensége láttán. Ha a géláramkörös agya annyira fejlett, miért van az, hogy Omnius képtelen tanulni a hibáiból? A tábornok félelmetes járótestének hangflastrumaiból érkező szintetizált hangból bosszúság érződött ki. Nem várt választ a fogolyrobottól, Szeruát mégis felelt neki. A hajthatatlanság gyakran a gondolkodó gépek előnyére válik. Az évszázadok során sok győzelmet arattunk általa, amint azt te is jól tudod, Agamennon tábornok. Szeruát látszólagos beletörődés ellenére végül is csak egy átkozott robot volt, még ha önálló akarattal rendelkezett is. Válaszai és tanácsai rendre teljesen hasztalannak bizonyultak. Úgy tűnt, szórakozik ki megfogvatartóival, nem hajlandó érdemleges válaszokat adni, és visszatartja a szükséges információt. Több mint 5 évtized elteltével mindez kifejezetten idegesítően hatott. Agamennon azonban egyelőre nem ölhette meg. A titán tábornok a széles, nyitott teremben járgált, s a bolygó felé közeledő robotflotta miatt dühöngött. Rákszerű járóteste sokkal nagyobb volt, mint amiket egykor Omnius ölebeként viselt, mielőtt ő és a többi életben maradt titán fellázadt és elszakadt az összehangolt világoktól. Miután a Beletegúzén egy számítógépes vírus megbénította a gondolkodógépeket, amit tudtán kívül maga Szeurát juttatott célba, Agamennon és kimekjei elfoglalták a világot, aztán uralmuk alá hajtották a Richeszét is, amit most hadműveleti támaszpontként használtak. A tábornok zsörtölődött. Omnius immár 7. alkalommal küldt Lottát ide, vagy a Beletegúzére. Minden alkalommal sikerült meghátrálásra kényszerítenünk, és azt is tudja, hogy birtokunkban van a zavaró technológia. Végtelen visszacsatolásba keveredett, képtelen tovább lépni, és békén hagyni minket. Azt viszont nem említette, hogy a hadegység észrevehetően nagyobb volt, mint a legutóbbi raj, amit Omnius a Richesz ellenbe vetett. Talán mégiscsak tanult a hibáiból. Szeruát sima, részszínű arca mindig nyugodtnak, kifejezéstelennek tűnt. A kimekjeid Omnius számtalan frissítő gömbjét megsemmisítették, és ezzel jelentős károkat okoztak az összehangolt világok számára. Az örökelmének vissza kell vágnia, amíg el nem éri a kívánt eredményt. Jobban tenni, ha helyettünk, inkább a redgirek ellen küzden. Talán az emberi férgek és Omnius erői végül elpusztítják egymás, ezzel szívességet tesznek nekünk. Ezt nem tekinteném szívességnek, jegyezte meg Szeurát. Agamennon undorodva csörömpölt odébb alaposan megerősített dugattyús lábain. Bekapcsoltak az automata védelmi riasztók. Fogalmam sincs, egyszerűen miért nem bontalak szét? Én sem tudom, talán együtt sikerülnek kiderítenünk a választ. A titán tábornok sosem fette fel Szeurát előtt a gondolatait. Azért ejtette fogjul az önálló akaratú robotot, mert Szeurát hosszú időt töltött együtt Agamennon hitszegő fiával, Vorian Atreides-szel. Vorian egykori emberi megbízottként szolgált, így előnyhöz és nem kevés hatalomhoz jutott. Ám egy asszony Serena Butler szerelméért mindent eldobott. A gondolkodógépek ellen fordult és átállt a szabad emberiség oldalára. A titán tábornok éveken át képtelen volt megmagyarázni, miért árult el a saját édesapját Vorian. Agamennon olyan sokat remélt tőle, oly nagyra törő tervei voltak vele. Mor magát is kimekké szándékozott alakítani, amiből a titánok méltó utódja válhatott volna. Immár a tábornoknak nem maradt lehetősége, hogy tovább vigye a vérvonalát. Nem lesz több leszármazottja. Szeruát elméletben belső információkkal szolgálhatott Vorian gondolkodását és viselkedését illetően. Szeretnél hallani egy viccet, Agamennon tábornok? A fiad mesélte nekem sok évvel ezelőtt. Hány redgír tud megtölteni egy agytároló edényt? A titán megtorpant a kijárati bolté felé haladtában. Vajon azért tartotta maga mellett a robotot, hogy történeteket hallhasson a régmúlt időkről? Amikor Vorian még az álomutazó másodpilótája volt. Ezt a gyenge pontját Agamennon nem tárhatta az ellenség elé. Nincs kedvem a viccelődéshez, Szeruát. Egy csatát kell levezetnem.
A kimekek addigra összevonták erőiket, és támadást indítottak a hajóikkal. Agamemnon elhatározta, hogy amint visszavonulásra készteti Omnius bosszantó flottáját, elpusztítja az önálló akaratú robotot, és tiszta lapot nyit az életében. Az irányító központban Dante a megmaradt három titán egyike kezelte a Richesset támaszpontjának ellenőrző és kommunikációs rendszereit. Már háromszor szó szerint elismételték a határozatot. Ugyanazt, amit a korábbi alkalmakkal is megadásra szólítanak fel minket. Hadd hallgassam meg, felelte Agamemnon. Monoton hang szólalt meg a hangszórókból. Agamemnon, Juno és Dante titánokhoz szólok. Kimeglázadásotok károkat okozott az összehangolt világokon, ezért a fenyegetést meg kell szüntetni. Omnius utasított, hogy vegyünk őrizetbe benneteket, követőiteket pedig pusztítsuk el. Vajon arra számítanak, hogy megbánjuk a bűneinket? Értetlenkedett Agamemnon. Juno, még csak itt sincs velünk. A tábornok kedvese az utóbbi éveket a Beletegúze királynőjeként töltötte el. Dante furcsán emberi gesztusra emlékeztetőn mozdította meg járó testét, mintha a vállát akarta volna megvonni. Omnius egy évezreden át hagyta, hogy szolgáljuk a gondolkodó gépeket. A számításai szerint ezért hálásnak kellene lennünk. Azt hiszem, eltanultad Seura tumorát. Vivu felkészült, azt akarom, hogy ő vállalja a nehezét, ha bármi rosszul sülne el. A flottája készen áll. Mindegyik feláldozható és felszerelték impulzusaknakkal? Igen, mindegyiket egy Neo irányítja világos utasítások alapján. Neo kimeki a Richesse és a Beletegúze rabigába hajtott lakosai közül kiválasztottakat alakították át. Precíz sebészi beavatkozással elválasztották az önkéntesek agyát, törékeny testüktől, hogy mechanikus járótestekbe öltessék át őket. Az örökké gyanakvó és éber titánok azzal biztosították a megtértek hűségét, hogy halotti kapcsolókat építettek mindegyikük létfenntartó rendszerébe, amely összeomlasztaná a rendszereiket, amennyiben a titánok meghalnának. Még a távoli bolygókon élő neokimekeknek is két évente újraindító jelet kellett kapniuk, máskülönben elpusztulnának. Ha a tábornok és két társa ellen merényletet követnének el, az összes neokimek abban a pillanatban kimúlna. Ezzel nem csak az árulást előzték meg, hanem fanatikus vágyat is keltettek bennük Agamemnon, Juno és Dante védelmezésére. A tábornok megint csörtölődött. Nem tudom, abban reménykedjek-e inkább, hogy Beowulf életben marad, vagy abban, hogy elesik. Egyszerűen nem tudok mit kezdeni vele. Fémlábain járkált fel és alá, és dörögve várta, hogy kibontakozzanak az események. A neokimekek közül Beowulf csatlakozott elsőként a titánok Omnius elleni lázadásához. Amikor egy gondolkodó gépeknek kémkedő ember információra támaszkodva rátámadt az Uvacánva nevű rosszaki varázslónőre és a sikeres üzletembere Aurelius Vanportra, Beowulf súlyosan megsérült. Amíg egy mechanikus testet könnyű helyettesíteni vagy újjáépíteni, a neokimeknek az agyát érte károsodás. A titánok hagyták, hogy velük maradjon, ám a suta és kiszámíthatatlan Beowulf most már inkább veszélyforrást, mint nem előnyt jelentett. Azt hiszem, magam megyek oda. Akad alkalmas halihajó, amiben beleilleszhetjük az agytároló edényemet? Bármikor, Agamemnon tábornok, adjak választ a gépeknek? Elég egyértelmű választ adunk majd nekik, amikor megsorozzuk őket impulzusaknakkal. Agamemnon kisétált a kilövő álláshoz. Gépkarok emelték ki a védett edényt, és helyezték át agyát a járótestből az irányító rendszerfoglalatba, melyet neuródák kötöttek össze a kimeneti elektromosságérzékelőkkel. Ahogy a tábornok felemelkedett a bolygóról pengeíres csatahajójával, úgy érezte, mintha erőtől duzzadó teste maga mögött nyers energiát kilővelve hasítana át az atmoszférán. A gondolkodó gépek rajokba tömörült flottája kiszámítható taktikát követett, Agamemnon pedig megunta már a harci robotok elkeseredett jelentéseit. Való igaz, az örök elmét megakadályozták abban, hogy megölje a titánokat. Robotflottái mégis jelentős károkat okozhattak bennük, és rajtuk kívül minden mást elpusztíthattak. Vajon Omnius azt várta, hogy a kimmekek egyszerűen megadják magukat, és mintegy elvágják a saját torkukat? Ám a tábornok közel sem volt annyira biztos a dolgában, mint ahogy mutatta.
A most rájuk támadó ütek sokkal nagyobb volt, mint az előzőek, a lefegyverzésük pedig a kimekvédelmi arzenál jelentős részét felemészti majd. Oh, Redgirek nem kötnék le Omniust számtalan és folyamatos agresszív csapásukkal. Agamennon maroknyilázodója nem tudná megvédeni magát sem Omnius, sem az emberi férgek katonai erejével szemben. Bármelyik ellenség elsöprő túlerővel támadhatna rájuk, ha így határoznának. A tábornok felismerte, hogy helyzete hamarosan tarthatatlanná válik a Richesén. Amint csatlakozott a többi kimek hajóhoz, felderítő szondák suhantak elő a bolygó sötét oldalának rejtekéből, hogy feltérképezzék a robotflottát. Hamarosan megkezdik a támadást, jelentette be Beowulf őrítően lassan és dadogva. A megsérült Neo gondolatai annyira összezavarodtak, hogy nem tudott világos jelet továbbítani a neuródáinát. A bolygó felszínén Beowulf alig tudta úgy mozgatni a járótestét, hogy meg ne bicsaklott, dolgokba bele ne botlott volna. Átveszem a parancsnokságot, szólalt meg Agamennon. Nincs értelme a további időpocsékolásnak. Értettem. Beowulf legalább azt nem akart elhitetni, hogy még mindig megvolt a kellő tehetsége és képessége a vezetéshez. Szóroljatok szét véletlenszerűen, nyissatok rájuk tüzet impulzus lövedékekkel. A neoki meghajók mohó farkaskölykökként elővillantott agyarakkal iramodtak meg. A robotflotta gyorsan támadó alakzat berendeződött, de a kimeghajók sokkal kisebbek voltak, így nehezebb célpontot jelentettek, és jobban szét is szórodtak. Agamennon védői kikerülték a tüzérségi lövedékeket, így könnyedén elhelyezhették az impulzusaknákat. A kisméretű mágneses kapszulákat a Holtzmann mezőre épülő technológia alkalmazásával tervezték, amit a csatatereken hátrahagyott vagy a kémektől beszerzett Redgill fegyverekről másoltak le. A kimekekre nem hatottak zavaró impulzusok, a nemesek szövetsége viszont immár egy évszázada használta a technológiát a gondolkodógépek ellen. Az aknák célba juttatásakor a robotok tüzérsége tucatnyi neoki meghajót porrázúzott. Mégis több impulzus fegyver levált, és az ellenséges csatahajók fémtestére tapadt, hogy onnan zavaró hullámokat sugározzon. Amint kitörlöttek a géláramkörös agyak, a robothajók elszabadulva sodródtak és összeütköztek egymással. Mivel nem látta értelmét, hogy kockáztassa az életét, Agamennon a háttérbe vonult, de élvezte a csata közelségét. Gondolkodó gépeket sokkal könnyebben elsöpörték, mint gondolta volna. Újabb hajó röppent fel az alanti városból, ahogy az ellenséges flotta felé rohant. Agamennon azon tanakodott, vajon Dante is úgy döntötte, hogy beszáll az ütközetbe, de ez fölötté valószínűtlennek tetszett. A bürokrata titán nem szeretett a dolgok sűrűjébe kerülni, nem? Biztosan más lesz az. Tudta, hogy sok neoki megvágyott rá, hogy megütközhessen Omniusszal, és ez nem is volt meglepő. Az örökelme annak előtte, mikor a neók még egyszerű emberként éltek, sokáig sanyargatta a Richesét. Természetesnek hatott, hogy szeretnének bosszút állni rajta. A neók nem panaszkodtak amiatt, hogy a titánok éppé keményen bántak velük. Mióta Agamennon lehetőséget adott nekik, hogy emberi adja rendelkező gépekké váljanak, az önkéntesek megbocsátották az esetleges brutalitásait. A titokzatos új hajó Omnius erőjének sűrűjébe hatolt, de nem nyitott tüzet. Kikerült a lövedékeket, ahogy átfurakodott a csatázóhajók között, és túlhaladt a gépek sérült járműveinek vonalán. A jelleg kellett kapott golyóként száguldoztak a kommunikációs csatornák között, némelyik kódolt és értetetlen gépi nyelven, mások a neó gúnyos és daccos hurrogásaiként. Törjetek közéjék, és annyi gépi hajót pusztítsatok el, amennyit csak tudtok! Adta ki az utasítást Agamennon. Égető fájdalmakról szenvedve fognak hazatérni. A neók nekiíramodtak, miközben a titokzatos hajó egyre mélyebbre hatolt a megmaradt robothajók között. Agamennon kiterjesztette érzékelői hatósugarát, és figyelte, hogy a magányos, azonosítatlan jármű a vesztébe rohan. Mikor megközelített egy robotcsatahajót, elfogták, és hirtelen behúzták, akár a gyík a nyelvére ragadt rovart. A neók újabb impulzusaknákat lőttek ki, úgy tűnt, a gépek újra kalkulálták az esélyeiket, és arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy itt nincs sok keresnivalójuk. Omnius flottája mostanra lassan elfordulni látszott az odaveszett hajóktól, és megkezdte a visszavonulást, hátrahagyva a Richesse felett meg annyi szemétként szércortan keringő, élettelen hajóikat.
Megállapítottuk, hogy más ütközetek előnyt élveznek, jelentette be az egyik robothajó parancsnoka, ami gyenge kifogásnak tetszett. A mostaninál sokkal ütőképesebb haderővel fogunk visszatérni, aminek révén elfogadható szintre redukáljuk a veszteségeinket. Tájékoztatnom kell téged, Agamemnon tábornok, hogy Omnius feletted és a kimekjeid felett hozott ítélete továbbra is érvényben marad. Hogy érvényben marad, téged pedig arról kell tájékoztatnom, üzente vissza Agamemnon, mivel tudta, hogy a gépek nem értelmezhetik gúnyoros hangnemét. Ha visszajöttök ide, hogy emlékeztessetek, ismét hazavágunk titeket. Omnius flottája, amely több mint 100 sérült vagy működésképtelenné tett hajót a Richesze körüli hortűrben hagyott, távozott a térségből. A sérült hajók navigációs kockázatot jelentenek majd, de Agamemnon és kimekjei talán egy védelmet adó barikád részeként hasznosíthatják a roncsokat. A támaszpontjukon sosem érezhetik magukat kellő biztonságban. A kimek ugyanakkor felfogta, hogy a robotparancsnok nem a levegőbe beszélt. Biztosra vehető, hogy a gondolkodógépek visszatérnek, és Omnius legközelebb elegendő nagyságú haderőt küld majd, hogy biztosítsa a győzelmet. Agamemnon megértette, hogy titánjaival együtt távoznia kell a Richesze-ről, és újabb, elszigetelt bolygókat kell meghódítaniuk, ahol áthatolhatatlan erődítményeket építhetnek maguk köré, és kiterjeszthetik a birodalmukat. Egyelőre ennyi elég lesz ahhoz, hogy kijátsszák Omniust. Majd megvitatja a kérdést Junóval és Dantéval, de mi hamarabb lépniük kell. Lehet, hogy az örökelme esetlen és kiszámítható, ugyanakkor abszolút könyörtelen. Jóval később, miután felmérte a városban a robottámadás következtében keletkezett károkat, Agamemnon bosszúsan megállapította, hogy a magányos hajó pilótája végül is nem egy dicsvágyó Neokimek volt. 56 esztendőnyi fogság után Szeurát, az önálló akaratú robot, valahogy megszökött és elrepült a bolygóról, hogy csatlakozzon a gondolkodó gépek flottájához.